Jóvá hagyták a megye költségvetését a Maros megyei tanácsülésén. Péter Ferenc a testület elnöke szerint a tavalyi év az építkezés éve volt, 2024 pedig rendkívül nehéznek ígérkezik a választások miatt, de folytatják az építkezést a megyében. Politikai kihívásoknak kell megfelelni 2024-ben, de a projekteket sem szabad hanyagolni, annak érdekében, hogy megfelelően fejlődjön Maros megye, véli Péter Ferenc a megyei tanácselnöke, aki ismertette a megye költségvetésének legfontosabb számait. Eszerint idén 18,73%-kal több pénzből gazdálkodhatnak, mint 2023-ban. A repülőtér fejlesztése mellett körforgalmat terveznek a repülőtér bejáratához, illetve tervezik a tüdőklinika épületének a teljes felújítását. A munkálatok idejére a klinika pedig bérelt épületben működne. Tervezik továbbá az úthálózatok fejlesztését is. Útszélesítésről van szó Magyarbükkösön, Marosbogáton, szintén Görgényalsóaknak, Görgényoroszfalunál van útszélesítés. Az alsó Bölkényi hídnak elkezdtük a hídnak a javítását, mindezeknek a finanszírozása ebben az évben biztosítva van. Itt viszont azért még szeretnék beszélni nagyobb projektekről. Itt van a 153-as megyei útnál az Ernye-Szováta közötti útszakasz, ami a regionális program, 2021-27-es regionális programnak kell legyen a része. Itt készen van a kivitelezési terv. Az elnök azt is elmondta, hogy a Maros megyei kórház mellett, ahol évek óta hatalmas gondot okoz a parkolás, ideiglenes parkolót létesítenek, nem sokára pedig elkezdődhetnek a versenytárgyalások a parkoló megépítésére. Remélik, hogy őszig elkészül a hegyi mentők székháza, amelyben a diszpécser szolgálat is működni fog. A megyei tanács alárendeltségében működő állami filharmónia számára 1 millió lejt különítettek el egy professzionális zongora megvásárlására.